kigyúlt egy csillag. Kiskörösen. Nem célom, s tudásom is kevés lenne ahhoz, hogy a gyújtófényű csillag útjának minden pillanatát megpróbáljam önök elé tárni. De vannak dolgok, amikkel életünk során szinte egyé válunk, ami a részünké lesz. Nem is mindig keressük az okot. Egyszerűen jó. Petőfi Sándor Zseninek tartja a Rékasi Károly. Káprázatos világot képvisel a színész szerint a költő. Petőfit kevésbé ismert oldaláról szeretné bemutatni előadói este alkalmával. Az Útirajzok című kiadványra gondolok, amiben Petőfi Sándor leveleit gyűjtötték össze. Gyakorlatilag egy évnyi utazás, egy évnyi életút egy órába sűrítve. Gondolom, hogy hallatszik is, hogy odabent már a beállás, a hangbeállás folyik. Egy káprázatos zongoraművésznővel, Somlai Valériával szűrtük össze a levet. És például én szeretem az új dolgokat, nem szeretem az általános előfordulásokat, így aztán például a videó és az élő zene is helyet kap ebben az előadásban. Az Alföld című vers az először képekben, fotókban és zenében szólal meg, majd utána a prózai előadásban. Tehát szeretem az újszerű dolgokat, ezekkel az újszerű impulzusokkal próbálom meglepni ma is a nézőket. Eddig sikerült, remélem, hogy ma se vallunk kudarcot. Amikor főiskolás voltam, és szeptemberben a kollégiumba indultam, mindig ugyanazt a 6 könyvet préseltem be a táskámba. Közülük 3, Petőfi Sándor összes versei és Petőfi Sándor útirajzok. Miért is? Talán mert az Alföldön nőttem föl. Mert tanulás helyett jobban szerettem kibámulni a szemközti fákra, ott figyelni a vadgalambokat, a fák fölött a felhők játékát, vagy bolyongani a dűlőutakon, bámulva a madarak röptét, vagy hallgatni a halastónál a békák zenét. Rékasi Károly szerint a magyar költészetben az egyik legszebb szerelmes vers, ami valaha is megszületett, az a Szeptember végén című költeménye Petőfinek. Az es nem csak a költészet napján hangzik el, hanem járja vele az országot. Minél több helyszínen szeretné bemutatni Petőfi Sándor költészetének eme ritkán ismert oldalát. Épp a feleségemmel erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ennyire hosszú monológot, ez olyan 47 percnyi saját szövegmondással telik el. Mindenki engedelmére 47 percnyi szöveget egy előadásért nem tanulok meg. Nekem nincs annyira jó memóriám. Élve a lehetőséggel, azzal az alkalommal, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, országjáró turnéba kezdtünk. Nem csak ebben a pillanatban, ebben az egész évben, tehát nem csak ehhez a dátumhoz kötődően, az egész évben olyannyira szeretnénk ezt az egész évben vinni, mutatni, hallgattatni, együtt megéletni a nézőkkel az egész országban, hogy például nagy örömömre általános iskolákba is eljutottunk már. Ahol én úgy gondolom, a gyerkőcöket eléggé hidegen hagyja az, hogy most ő 200 éve született vagy sem, hanem meg tudjuk mutatni azt a jelenlegi világhoz, jelenlegi gondolatisághoz kötődő költőt, akiről kiderül a fiatalok számára, hogy nem csak a forradalmár költőről, nem csak a forradalmár Petőfiről lehet hallani, és róla tudomást szerezni. A Pitagorasz tétel egyáltalán nem hozott lázba, teljesen hidegen hagyott. Ellenben mindig kaptam az alkalmon, hogy édesapámmal ülhessek a lovaskocsi vakján hosszú órákon át, és csak beszéljünk, akár nem is ránézve a másikra, csak érezve egymást. Igen, az életet akartam tudni, nem az ohm törvényt. Így egyenlő úperen egyébként. És ezt a forró, forrongó élnivágyást olvastam ki Petőfi Sándor soraiból. Ezért utaztak velem ezek a könyvek. Nem csak kötelező versek vannak, hanem ott van az a pasas, aki
éppen úgy, mint manapság, véleménnyel bír a külvilágról, véleménnyel bír a körülötte lévő világról, és aki oda meri mondani. Tehát nekem ez volt nagyon-nagyon szimpatikus, amikor ezt a kötetet olvastam, forgattam, ehhez válogattam össze a verseket, csodálatos zenei társra akadtam Somlay Valéria személyében. Úgyhogy összeállt így az 50 perc, ami nagyon nézhető, és ami számomra rendkívüli módon meglepő volt, de nagyon nagy örömömre szolgált. Nem egy alkalommal, amikor vége van az előadásnak, oda jönnek nézők közül, és mondjuk egy aláírásért, egy fotóért, bármiért, és nem egy esetben pedagógusok elmondták, hogy miért nem így tanítjuk Petőfit. Azt gondolom, nem. Én úgy érzem, hogy számomra ez a legnagyobb elismerés, hogy tudok valami olyat mutatni, akivel már százezrek és százezrek találkoztak, százezerszer és százezerszer, és mégiscsak van benne új. A költészetnapi megemlékezésnek a Dombóvári Művelődési Házadot otthont. A szobámba tudtam adni, hogy készüljek. Egy óra negyed múlva feltelepettem a szekéret. Utitársaim már fönnültek. Egy borkereskedő zsidó, egy erdélyi szász, Kalmár, egy lengyel katonatiszt, és egy tószületésű pápista pap, csinos fiatal húgával. Már aminek a tisztelendő úr nevezte a hölgyet. Már elhagytuk Gyöngyös, elhagytuk Kápolnát, miből egyik másik utitársammal beszélve kezdtem ereszkedni. Most se szóltam volna. De amint kiértünk a hevesi rónára, tisztelendő uram elkezdte gyalázni a sítot, mire kötelességemnek tartottam védőszót emelni, mégpedig amúgy Petőfi modorában. Azaz egész illendő koromvasággal. Nem tettek róla, de a szeretőmet és a franciákat és a túlós tésztát, és a rólaságot, füle hallatára ne gyalázza senki. Ettől kezdve folyvást diskutáltunk a tisztelendő urammal, kiről csak hamar kiderítettem, hogy primo, roppant magyar gyűlölő, secundo, roppant arisztokrata, tercio, roppant nagyszamár. Egyéb szép tulajdonsága nincs.